Nos, üdvözlöm a kedves kollégákat, ez itt a Game Day iroda, azon belül is egy Mafia 3 gameplay sorozat. Retteltesen vártam ezt a játékot, és a helyzet az, hogy nem kapott kifejezetten örömteli kritikákat. Azt mondták, hogy a játék mellett maga retteltesen repetitív, a sztori viszont remek, úgyhogy most nézzük meg. Amennyit eddig tapasztaltam belőle, a helyzet az, hogy a sztori kifejezetten filmes megvalósításában és a hangulatában is. A játék mellett engem egyelőre még nem zavar. Van shotgun, és lehet embereket arcba bubbantani, úgyhogy egyelőre minden megvan, ami nekem kell. Okay, szóval a főszereplők Lincoln, aki itt a fantasztikus New Orleansban keresi a bajt, nem New Orleansnak hívják, nyilvánvalóan jogi okokból kifolyólag. Mit? Szóval nyilvánvalóan New Orleansról mintázták ezt a várost, és egyelőre ott tartunk a sztoriban, hogy visszajöttünk Vietnamból, és megpróbáljuk megmenteni családjaink, befogadó családaink bizniszét. Ahogy láthatjátok, az art design teljesen rendben van, a kocsik olyanok, ahogyan ki kell, hogy nézzenek, az emberek frizurája is teljesen meghatóan 60-as évekbeli afro, úgyhogy minden megvan. A vezetés teljesen jól működik, ahhoz képest, hogy én nem vagyok egy kifejezetten jó sofőr ezekben a játékokban. Egyelőre abszolút megtaláltam. Nem lehet kiugrani az autóból? Nem lehet kiugrani az autóból, miközben elindítod? Ez miért nem? Valaki nem szólt ennek a játéknak, hogy elkészült egy olyan dolog, hogy 2 TL5. Ez az! Mégis lehet, jó van. Fuck you, shit! Igen, itt van az a bár, ahol összegyűlik a mi fogadott családunk, mi ugyanis örökbefogadott gyerekek vagyunk, de most itt szeretném megmutatni nektek a kedvenc dolgomat egyelőre. Ez a bubbantás, ez valami hihetetlenül. Gyere ide! Hihetetlenül kellemes, gyere ide! Nem az, hogy behúz neki egyet, hanem csak úgy, van valami az arcodon, öreg? Ott, igen, ott, pontosan. Okay. Lincoln, a New Orleans-i bubbantó. Tetszik a ruhán? Jó napot, hölgyem. Ó, önnel már találkoztam az előbb, nem? How you doing? öreg, várj egy kicsit, Gyere csak én. Én értem, hogy munkába kell menni. Nem is kell az autód igazából, csak annyi a lényeg, hogy bob. Micsoda csodás reggelre virattunk. Tetszik valami? Figyelj, annyi van, hogy bop! Így, azt hiszem, hogy ez körülbelül elég lesz. Igen. Tökéletes. Azért azt valljuk be, hogy wow, de fényes itt valami. Azt azért valljuk be, hogy a sandbox játékok tényleg kihozzák az emberből a kreatív pszichopatát. Kicsi kanyar, óvatosan vesszük be. Jó lapot! Ezeket a zenéket azért adom. Valamit jól eltalált ez a játék, az a korszak, amit be kell mutatni, ez azért tényleg egy fantasztikus kor volt, ahol feketének nem volt jó lenni, vagy bármilyen kisebbségnek igazából, de ezen túl... Halló? Halló? Tetszik tovább engedni a gergőkét? Jó van. Szóval azért, amit megvan már! Szóval az a korszak, amit a játék be akar mutatni, ezt nagyon eredményesen, nagyon hangulatosan mutatja be. Nem tudom, hogy melyik úton kell menni, hogy ezen az úton megyünk. Az 60-as évek nyilvánvalóan egy nagyon hálás időszak Amerikában, de ezen túl is azért a játék tényleg nagyon-nagyon részletekig menően pontosan mutatja be, és ez tényleg egy egyedi atmoszférát ad, ami a Mafia sorozatnak abszolút kellett most már szerintem egy a harmadik részére. Aki nem játszott az előző két Mafiával, azt meg tudom érteni, végül is nem mindenkinek kell jó játékokkal játszania, hogyha te nem az az arc vagy, aki szereti a minőségi interaktív élményt, akkor mindenképpen hagyd ki, ez teljesen megértem. Oh! Oh! Wow! Átléptünk egy alternatív dimenzióba! Tudtam én, hogy a bűneimre elérom! Éppen itt dimenziók közt lavírozok. Mi az Isten van ezzel a játékkal? Szóval ez a játék félig meddig egy ilyen én bűnügyi dráma, félig meddig egy parapszichológiai szkifi. Jó reggelt kívánok! Csokolom! Nem is fogunk erről beszélni, hogy éppen a heréimnek beszélsz, oké? Hát kussoljál! Igen, a játék nagyon büszke arra, hogy bemutatja a rasszizmus érzetét. Hát szerintem azért eléggé finom kodó, de ennél azért sokkal durvább
megnyilvánulások is voltak, de ezt azért nem lépi meg a játék, hogy ne legyen teljesen kényelmetlen játszani. Valami, amit megértek, csak szembe megy a céljainak kicsit. No, és akkor most átlépünk a 13 milliómodik cinematikba, ebben a játékban rengeteg a cinematik, de nagyon szeretem őket, a narratív vonal tényleg nagyon király ennek a játéknak. Dohányzás! Ha meghallgatjátok a szinkron színészek munkáit, nagyon-nagyon filmes, tehát rengetegszer hiányzik belőle ez az extra intenzitás, amit a játékkészítők szeretnek beletenni a szinkron hangukba, hogy fenntartsák a 10 évesek figyelmét. Itt abszolút finom, finom szinkron munka van, és én ezt nagyon tudom támogatni. Mr. Vito Scaletta! Hát jó napot, uram! Thanks for the drink. És benne is vagyunk a maffiában. Ez is egy valami 8 perces, 7-8 perces animatik volt? Igen, szóval meg tudom érteni azokat az arcokat, akik kicsit így unatkoznak a játék játszása közben, hogyha nem vagy investálva a történetbe, akkor kétségtelenül nem ez a te játékod, mert relatíve kevésben a lövöldözés, de itt van! Van-e nálunk shotgun? Nincs nálunk shotgun, úgyhogy ez nem lesz egyelőre még egy hiteles Game Day videó, de megpróbálom szerezni egyet. Jó reggelt! Igen, itt már betörtünk egy bankba, már elkaptak minket a rendőrök, ki kell menni, és akkor interview, hát természetesen ebben a játékban is van szaglás, remek. Oké. Okay. Aha, oké, okay, ott vannak. Ott vannak. Jó reggelt! Így van. Nézzük, interview. Lehet ebben a játékban egyébként autóémet kérni, amit nem ért, te hova mész? Te csak így sétálgatsz, te barom! Ott lőnek ránk, ez meg így... Ez a sorok, ez jobban tetszik. Úgy né. Leteszlek ide! Szóval lehet ebben a játékban autóémet kérni, és nem értem, hogy ki és miért kéne autóémet. Ez nem egy konzol, gyerekek. Tudtok ti az egérrel bánni. Oké, tehát mindenki megvan, shotgununk még mindig nincs. Mi a helyzet, öreg? Nem bírod a strapát? Halló, kelljél már föl! Mit történik itt? Ez egy furó? Mit csináltok? Oké, okay, és most sötét van, úgyhogy lehet sunyogni, mert sunyogni is lehet ebben a játékban. Ez egy nagyon fontos része, amit én egy ideig türelemmel viselek, és aztán kezdek csak megőrülni. Oké. Okay. Oh-oh! Gyere be! Figyelj, és fütyögünk egyet. Azt hiszi, hogy tudja, hol vagyok, és BAM! BAM, bitch! És ez nem látott meg. Oh, shit! De, meglátod. Ja, te látsz? Te már látsz? Aha. Gyere ide! Gyere ide! Miért nem lehetett húzni? Oké. Okay. Ennyi! Annyira adom, hogy nem, egyetlen nem paráznak a srácok. Gyalog így jönnek fel egyenesedve. Nem egy jó ötlet! Hova puti? Hova megy a puti? Nincs itt ilyen futi-muti. Ennyi. Annyira jó hangja van a fejlődésnek, gyerekek. Még legalább egyszer sikerülni fog, úgyhogy hallgassátok. Gyere ki, így van! Gyere már ki onnan! Gyere ki onnan! Állj föl! Állj föl, te kis... Állj! Szóval így néz ki a lövöldözés, nem kifejezetten kreatív vagy érdekes, de elvégzi a feladatát. Nekem örömet okoz, én élvezem, de nyilvánvalóan 50 óra után már nem lesz ennyire jó a dolog. Értem, hogy mi a probléma vele. Értem. Kicsit repetitív. Oké. Okay. Woohoo! Azt a rohadt, ez rohadt jól nézett ki. Nyáj, lombágom! Okay. Hát azért menjünk ki valahogy. Hát igen, ez történik, mikor magadra robbantod az emeletet fölötted. Ez történik, te barom! Nos, hogy én is mennyi volt az első gameplayünk, szerintem ebből már láthatjátok, hogyan néz ki a sztori, illetve mi a játék mechanika alapja. Egy kicsit tovább megyek, és játszunk vele még egyet. Szevasztok!